akkor bízták meg Zierinszky Szilárdot, érdemes megjegyezni a nevét, a magyar vasbeton építészet megteremtője, a műegyetem első doktora, aztán egyetemi tanára is, és 24-ig ő vezette a kikötő építést, melynek során először ezt az öblöt építették ki, amelyiket most befelé haladunk, de ennek is az az előzménye, hogy a Weiss rokonságba tartozó Bál család egyik tagja romániai kőolaj kitermeléssel foglalkozott, és 904-ben javasolt, hogy itt legyen egy átrakó telep már, és 904-ben már itt tankoltak át, és Teóval román-angol vállalat, de akkor még kikötő nem volt, csak a park mellett. A kikötő építés során először a Petrolom kikötőt építették a déli részre, üzletiességi okából, és a Steaua részesíteti telepet először, tehát azok még ki sem ásták az öblöt teljesen, már megkezdték a rátszivattyúzást. Persze egészen az utóbbi 20 évig ez nagyon erős környezetszennyező volt. Egyfelől a csatornarendszeren keresztül, hát gyerekkorunkban már 40-es éve